Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper megérkezett hozzátok. Ez lenne a csatolmány. Hát ez nem volt vicces, nem volt, nem is nagyon rímelt, de legalább rímelt. Sokat gondolkoztam, hogy kellene elkezdenem ezt a videót, de arra jutottam, hogy legyünk spontának, mint ahogy szoktunk. Így próbálom kimagyarázni, hogy teljesen összeszedetlen a videó igazából. De na, először is beszéljünk arról, hogy ugye a Farming Simulator gyakorlatilag a magja Keeper the Tank csatornának, és nagyon sajnálatos, hogy Farming Simulator tartalom nincs normális a csatornán. Ennek egyik oka az, hogy én nagyon sokat játszottam Farming Simulatorra, másik oka az, hogy nem nagyon van olyan motiváció, ami előre vinne egy sorozatot. És úgy gondoltam, hogy ki kellene találnunk egy nagyon extrém motiváló feladatot, és emellé egy olyan kockázati tényezőt, ami mindenképpen hajtana a cél megvalósításának irányába. Végre kijöttem ebből a mondatból, hát nagyon örülök neki. Nem tudom, lehet meg az vágva ez a videó, de lehet, hogy nem, sőt, szerintem nem. Szóval, először is, amit nagyon sokan szerettetek, az nem más, mint az 1 milliárd eurós kihívás. Viszont, ugye, konkrét motivációs cél hiányában eléggé hamar elsikkadt ugye a Farming Simulator 15-ös sorozat. Bár elég sok részt megértünk benne. De igazából általában csak ilyen tingli-tangli volt, meg beszélgetés, mert igazából valós tétje nem volt annak, hogy csináljuk. És arra gondoltam, hogy tűzzünk ki egy célt. De igazából mit tudok nektek felajánlani? Milyen célt? Mit tudom én? Mind a jakuzáki vágjam be az egyik ujjam, hogyha az se rossz, azt bírnátok mi, hogyha nem csinálom meg. Arra gondoltam, hogy amit fel tudnék ajánlani, az talán az, amit így YouTube-on így összevakartam ennyi idő alatt, és itt nem csak a feliratkozókra gondolok, hanem a rengeteg videóra, a rengeteg emlékre, mert ugye ott van például a Dabas sorozat, amit Joey-kkal csináltam, meg egy csomó minden olyan, amit másokkal csináltam, és ezek mind nekem nagyon fontosak, attól függetlenül is, hogy hány feliratkozóm van. És úgy gondoltam, hogy ezt kellene kockára tennem, ami tényleg fontos az embernek, és ez így ilyen nem megismételhető dolog. Ha pénzt ajánlanék fel, hogy mondjuk elégetek 20 ezer forintot, az úgy, vagy adakozok, vagy bármi, hogyha nem sikerül, az pótolható, de ez a dolog nekem nem pótolható. És úgy gondoltam, hogy akkor csináljuk meg azt, hogy ha elbukom, tehát nem tudom elérni az 1 milliárd eurót a játékban, akkor törlöm a csatornámat, oké? Okay? És ez nem clickbait cím, ezt nyugodtan keressetek meg, nem, de ezt megígérem nektek. Hogyha nem tudom megvalósítani, akkor törölni fogom a csatornámat. Ez egy eléggé sokat gondolkoztam rá, hogy ezt meg merjem tenni, de úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen igazi motivációs cél lesz, hogy egy baromi hosszú és nagyon kemény és nagyon izgulós sorozatot csinálunk. Az izgulós sorozat azért mondom, mert ugye úgy kell elképzelni most ezt a sorozatot. Egyébként nagyon sokat gondolkoztam, hogy más emberrel szeretném csinálni ketten, de még én is tudom, hogy pontosan mikor videózok, melyik órában, melyik nap, melyik szakában, emiatt nem tudom, nem hiszem, hogy össze tudom egyeztetni bárkivel is ezt. Ez a gond ezzel leginkább. A sorozat úgy fog kinézni, hogy hasonló lesz, mint a Farming Simulator 15 1 milliárd eurós kihívás, csak megfeleljük azzal, amit már csináltunk, ugye, hogy sorskártyákat húzunk minden részbe egyet, és nem fogjuk elhülyéskedni, minden részbe egy sorskártyát fogok húzni. És ezt nem úgy fogjuk megcsinálni, hogy rendes kártyát húzunk, hanem egy random generátor fog kiválasztani számunkra egy bizonyos kártyát. Mindig, és akkor nem mondjátok, hogy csalók, nem lesz vágva a videó, az lesz mindig, hogy bizonyos részkor, mondjuk a videó kétharmadánál, vagy a végén letabolunk, random generátor húz nekünk egy kártyát, és ezt meg kell csinálnunk. Így egy kicsi sztori, és egy kis izgalom is belekerül a játékba, és egy kis random faktor. És igazából itt jöttek a képbe, meg még egy dologgal kapcsolatban, hogy írjatok ilyen kártyákat nekem, hogy milyen dolgokat lehessen
felírnom a kártyára. Aki nem tudja, hogy miről beszélek, az úgy képzelje, nem tudom, mint a Gazdák vagy Okosanba, vagy pedig egy másik társasjátékba, hogy ilyen story, véletlen, random, story befolyásoló tényezők lépnek fel játék közben. Például, hogyha húzol egy kártyát, mondjuk mondok egy példát, húzok egy kártyát, és akkor rajt van a kártyán, játék közben, ugye ezt megcsinálom, a jégeső elverte az egyik földeren a terményt, mindenképpen be kell szántanod még ebbe a, vagy mindenki be kell szántanod, azzal kell foglalatoskodni. Vagy pedig a NAV lefoglalta az egyik traktorodat, választ egy traktort, és, vagy egy eszközt, és azt be kell szolgáltatnod, vagy meg kell szabadulnod tőle, úgy, hogy ugye nem kaphatsz pénzt. Tehát mit tudom én, eladod, és a pénzt azt meg kidobod, meg átírod, érted? És akkor lehetnek pozitív dolgok is, vagy mint amit nyertél a lotton 20 ezer eurót, vagy pedig adócsalásért elkaptak, buktál 20 ezer eurót, egy csomó minden, rengeteg ilyen lehetőség van, ami sztori befolyásoló tényező lenne, és minden egyes részben húznánk, sok ilyen kártya lenne, hogy ne nagyon lehet senki kiszámítani, tehát ne az legyen, hogy öt kártyából húzunk, hanem legalább legyen egy 50 kártya, és akkor tényleg legyenek benne nagyon durva, mit tudom, asszály volt, buktad a termést, vagy legyenek nagyon jó pozitív dolgok is benne, de ne sok nagyon durva dolog, legyenek apróbb dolgok is, például megbüntetett a rendőr, nem mehetsz közúton három részig. Így rengeteg, tényleg rengeteg, csak a fantázia szabhat határt ennek. Tudom, hogy túlmagyarázom a dolgokat, és ezt lehet, hogy nem nagyon sokan szeretik, de bocs érte, Kipor szeret beszélni, meg tudni nem tud, de szeret. Na, a másik dolog, az az, hogy Farming Simulator 19-ben lesz. Azért, mert 15-ben már rongyosra játszottuk azt a mapot, igen, Alsó Újlakot. Farming Sim, és az a baj Alsó Újlakos mappal, hogy nincsenek, nem vehetőek a földek, hanem az összes a tiéd. Nem lehet nagyon taktikázni a földekkel, minden a tiéd igazából. Ez nem is nyújt olyan kihívás számomra, ezért valószínűleg, hogy FS 19-ben ugyanúgy szintén az FSH modding mapon fogjuk játszani, amelyik ugye szintén Alsó Újlakon játszódik, de más környezetben. Kicsit ugye Árban variálva a map. És mindenképp egy kicsi földel kezdünk, meg egy kicsi valami bicskóval, vagy pedig egy ilyen lakókocsival, vagy nagyon alap dolgokkal, és akkor onnan kell majd építkeznünk, és 1 milliárd eurót kell elérnünk, akárhogyan is, de számottevően, sőt, szinte kizárólag retro gépekkel, főleg az elején, jó? Nincs az, hogy még nincs csalás, nincsen nincs pénzfelvétel, mármint nincsen bankkölcsön, nincs gépbérlés. Ezek fontosak. Nincs gépbérlés, nincs kölcsön, és a gépek árait valószínűleg át fogom variálni úgy, hogy nehéz legyen a játék. Szóval ne az legyen, hogy mondjuk 1000-be kerül egy MTZ, az veszel 50-et, aztán automatán daráltatod a földeket. FS19 azért is, mert ugye ott a játékmechanikák egy kicsit már jobbak. Például ugye jobb a gépi munkás. Biztos komolyan kialudt a lámpa. Hát bocs gyerekek, de úgy néz ki, hogy kialudt az a LED reflektor, amit itt használok világításnak. Hát ezt most pótolni fogom, de most nem. Ezt szeretném befejezni a videót. Szóval akkor a szabályokról annyit, hogy nincsen bérlés, nincsen kölcsön, és gépi munkást lehet használni, ahogy mondtam, mert ugye elkezdtem, hogy FS19-ben ugye a gépi munkás az azért jobban működik, hogy ne az kelljen, hogy például főleg az elején is, hogyha egy nagy területet megveszünk, és akkor egy kettesekével nekünk kelljen végig szántani az egész területet, hanem azért lehessen gépi munkást felvenni, ugye az pénzbe kerül, tehát nekünk el lehet dönteni, hogy gyakorlatilag a pénzünket, azt mire fordítjuk, hogy mi megcsináljuk a munkát, vagy pedig gépi segítőt alkalmazunk. Na, akkor amiben segítségeteket szeretném kérni, az nem más, mint hogy a kártyákra, a random kártyákra, ugye a sztorit befolyásoló kártyákra miket írjunk, meg a másik dolog az, hogy FS19 modokat,
küldjetek, jó? Hogy miket szeretnétek látni. Nagyon sokszor van az, hogy írjátok, hogy ilyen jármű legyen benne, olyan jármű legyen benne, már mint így játék közben. Ugye mivel itt azért lesz cél, és azokat el kellene érnünk, úgy nem folyamatosan fogjuk váltogatni a járműveket. Ezért úgy gondoltam, hogy ebben a részben, ebben a bevezető részben ezt is így megpróbáljuk, próbálunk így összebeszélni, hogy elkülditek, hogy milyen járműveket szeretnétek látni, és akkor később nem lesz abból vita, hogy milyen járművek vannak be módként. Oké, a linkeket küldjétek el, letöltöm őket, berakom, és szerintem holnap el is kezdtem az első részt, hogy minél hamarabb felkerüljön ezen a héten, már szerintem szerda és vagy legkésőbb csütörtök magasságában biztos, hogy fent lesz az első rész, és úgy tervezem, hogy nagyon sűrűn legyen. Mivel ez egy nagyon hosszú sorozat lesz, ezért mindenképpen maximum 2 naponként legyen rész belőle. Jó? Ez így gondoltam, hogy akkor így lesz. És igen, és mindenképpen, ha úgy adódik, és nem sikerül, akkor törlöm a csatornámat, szóval van mit van mind dolgozni, és nem függeszthetem fel, nem lehet ilyen kamudumával így, hogy jó, oké, most felfüggesztettem, 2 évig nem csináljuk, hanem ezt végig kell tolni, ezt végig kell csinálnunk. Na, köszönöm szépen a figyelmet, bocs a közjátékért, hogy itt izé van, hogy itt kialudtak a fények, mert közben, de komolyan nem is én lennék. Csoda, hogyha lesz ezen a felvételen, de angolok miatt, vagy nem. Na, köszönöm szépen a figyelmet, írjatok kommentet, hogy szerintetek jó ötlete, küldjetek modokat, meg írjatok story kártyákra, milyen szövegek legyenek, és akkor azt is megcsináljuk. Na, köszönöm szépen, jók legyetek, csumi cső!